Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, akivel ezúttal Dunaszerdahelyről jelentkezünk a Rotary Klub meghívására. Érkeztünk ide Dunaszerdahelyre, közönség előtt vagyunk, önöket is nagy tisztelettel köszöntjük, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Néhány technikai információval kezdenék, ennek a felvételünknek a teljes vágatlan felvételét megkaphatják azok, akik akár csak 1 forinttal támogatják az ultrahang csatornáját, a videó leírásában megtalálhatják az ezzel kapcsolatos linket, illetve örömmel jelentem, hogy összeállt az erdélyi turnénknak az időpontja, ahova mindenkit szeretettel várunk, a www.ultrahang.tv oldalon a rendezvényeknél tájékozódhatnak erről, május 8-án Gyergyóalfaluban, május 9-én Gyergyóditróban, május 11-én Sepsiszentgyörgyön, május 12-én Csíkszeredán, és május 12-én Marosvásárhelyen, és május 13-án Csíkszeredán lesznek ultrahang közönségtalálkozók. Azért csak sikerült fejből elmondanom. Mindenkit szeretettel várunk, a dunaszerdahelyieket is egyébként, hogyha arra járnak. Lehet rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit, erről is találnak részleteket a videónk leírásába. Köszönjük, hogyha feliratkoznak a csatornánkra, illetve az előző adásban volt közönségjátékunk is. A tanár úr most ismerteti a kérdést és a helyes megfejtést. Köszönöm. Nekem holnap lesz 17 órakor előadásom Sopronba, ha bárki arra jön boldogan, a pedagógusok hívtak meg. A kérdésem az volt, hogy Fidel Castro átvette a hatalmat Kubába, a kubai hadsereg összeomlott. Egyetlen katonai alakulat volt, amelyik kőkeményen ellenállt Castrónak. A kérdésem az volt, mi lett a katonai alakulat parancsnokával a forradalom győzelme után? A válasz, ez egy nagyon tisztességes fiatal tiszt volt, átvette Castro, és ő lett Kuba moszkvai katonai attaséja. Ez a jó válasz. Szerintem nagyon kevesen fogják eltalálni, mert ez elég nehéz. Tehát ígérem, legközelebb könnyebb kérdést teszek föl. Köszönöm. Megnézzük majd, hogy ki találta el, és sorsolunk a helyes válasz beküldők között, és a nyerteseket válasz kommentben értesítjük. Most pedig bele is vágnánk akkor a mai adásunkba. Most, amikor ezt az adást rögzítjük, 2023. április 4-e van kedd, a tanár úrnak a soproni előadása szerdán lesz, ez a videó is szerda délelőtt megy ki, tehát aki tudja és szeretne Sopronban, még el tud indulni a rendezvényre. A keddi egyik legfontosabb hír, hogy Finnország hivatalosan is a NATO-nak a tagja lett. Ez a procedúra viszonylag gyorsan lezajlott. Ennek köszönhetően egyébként a NATO és Oroszország közvetlen határa a duplájára nőtt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy látja, milyen út vezetett Finnország NATO csatlakozásáig, és mennyire változott meg ezáltal a világrend? Köszönöm szépen, belenéztem a naptáromba, Petőfi tér 3 alatt van holnap 17 órakor Sopron. Finnország. Hát kezdjük az elején. Az orosz-finn történelmi kapcsolatok hagyományosan nagyon rosszak. Hosszú időn keresztül az oroszok Finnországot egyszerűen bekebelezték. És jön az első világháború utáni időszakol, a finnek függetlenek lesznek. Mielőtt kiavítanak a svédek, 1812, majd a 15-ös bécsi szerződéstől különleges jogokat formáltak Finnországra, de ez egy másik beszélgetés. A finnek elkövetik azt a hibát, hogy a 30-as években háborúba keverednek az akkori Szovjetunióval, ahol kiderül, hogy a finn hadsereg brutálisan jó, a szovjet hadsereg pedig brutálisan rossz. Zárójel. Kiderül az, hogy a szovjet pártvezetés kivégezteti a szovjet katonai vezetés döntő részét. Ezt sztálini terrornak hívjuk, stb. Nagyon nehezen lehet a finneket rávenni arra, hogy fegyverszünetet, békét kössenek, és elég nagy területekről le kell mondaniuk a Szovjetunió javára. Jön a II. Világháború, 41. június 22. német támadás. A finnek belépnek a Szovjetunió elleni háborúba, de a végén 44-45-ben vereséget szenvednek, ahogy mindenki más. Én mondok egy mondatot, ami nem lesz túl szép. Németország és a Szovjetunió közt bármilyen demokrácia volt, lásd Csehszlovákia, most hogy milyen volt a csehszlovák demokrácia, az egy más kérdés, ez németek elfoglalták. 1945, bármilyen állam volt itt, azt a szovjetek foglalták el. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, én ezt szeretném elmondani. Finnek. 1945 után hatalomra kerül egy finn köztársasági elnök, úgy hívják, hogy Urho Kaleva. Na gyerünk. Ne. Kekkonen csókolom, Kekkonen. És Kekkonen különleges kapcsolatokat alakít ki Moszkvával.
Rengeteg kompromisszumot elér, és a finn semlegesség mintaértékű lesz. Csak hogy 91-ben fölbomlik a Szovjetunió, és a finn álláspont is változik. A finn hadsereg kiváló, mielőtt félreértés lenne. Finnország a világ egyik leggazdagabb állama, ugyanúgy, hogy Svédország. A svédekről nem volt kérdés, tehát csak a finnekre válaszolok. És az ukrán háború kapcsán, amely orosz agresszióval indul, szeretném elmondani, néhány európai ország úgy érzi, hogy a NATO-ba be kell lépnie. Ilyen Finnország is. Mi a probléma? Egy, hogy Finnországnak egyedül olyan hosszú közös orosz határa van, mint a NATO-nak eddig összességével. Kettő, az oroszok azt mondták, hogy számukra a finn belépés nem probléma addig, amíg a területükön nem fognak NATO erők állomásozni és atomfegyverek. Ez a jövő 2-3 év kérdése lesz, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Tény az, hogy ma Finnországban, tegnap voltak a választások, tegnap előtt, bocsánatot kérek, a választásokon három párt néhány tized százalékkal egyenlő szavazatot kapott. Meglátjuk, hogy milyen kormány jön létre, de a finn társadalom abban egységes, hogy orosz veszély van, és ezért a NATO-ba kell belépni. A finnek felvételét nagyon nehezen hajták jóvá törökök. Az volt a véleményük, kb. 10 000 kurdér Finnországban, hogy ezek jelentős része terrorista. Ne térjünk ki, mert más a terrorista fogalma Ankarában és más Helsinkiben. Meg tudtak állapodni, mi kiküldtünk egy parlamenti delegációt a parlament alelnöke Hende Csaba vezetésével, a kompromisszumokat létrehoztuk, és a magyar parlament megszavazta, így a finnek beléptek. A svédeknél nagyon komoly az ellentét a törökökkel, meglátjuk, hogy mi lesz, és meglátjuk, hogy a magyar politikában milyen kompromisszum fog ebbe a kérdésbe születni. Akkor rá is térnék a svédekre, ugyanis az adásunk előtt nem sokkal Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke Magyarországnak üzent, azt kérték, hogy segítsük elő Svédországnak a NATO csatlakozását, és azért nekem az a halvány sejtésem, hogy ez nem Magyarországon fog múlni, hanem Törökországon. Elképzelhető az, hogy Törökország tényleg vétózik, fontos, illetve hogy Svédország nyilván, tehát a törökök és a svédek alkudoznak arról, hogy akkor milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a törökök ne vétózzanak. És a kérdésem az, hogy a svédeknek vajon fontosabb-e a NATO csatlakozás, és cserébe hajlandóak akár a törököknek is gesztusokat tenni, vagy azt mondják, hogy nehogy már a törökök mondják meg, hogy mit csináljunk. A kérdés jó, de azért néhány dolgot hagyd műek el. Egy. Én javasolnám, hogy vegyenek meg egy könyvet. A világ egyik legjobb könyve, a török miniszterelnök Davutoglu megírta a visszaemlékezését, magyarul jelent meg csak, semmilyen más nyelven, az a szíma a stratégiai mélység. És nem lehet kapni. Nem lehet kapni. Törökök megadták az engedélyt 2 napja, ezt még neked sem mondtam, hogy ki lehet adni újra a könyvet. Ki fogják adni pár hét vagy hónapon belül, csodálatos a könyv, és elemzi a török stratégiai célokat. Kettő. Törökország élén áll Erdogán. Jelezni szeretném, halálos beteg. Soha nem beszélünk róla, hogy rákja van, és ahova külföldre mennek, ott egy kórházat ki kell üríteni, hogyha vele bármi van, azonnal kórházba lehessen vinni. 3. Májusban Törökországban választás lesz. Most először a választás nincs lefutva. A vidék Erdogán mellett van. A városok Erdogán ellen. Isztambulban ellenzéki polgármester van. Mit csinált Erdogán? Kiegyezett a kurd vallásos pártokkal. Mi lesz a választások eredménye? A csoda se tudja, de jelezni szeretném, hogy a kedvenc egyiptomi közmondásom úgy hangzik, hogy nem az a lényeg, hogy te kire szavazol, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat. Ezek óriási igazságok. Mi a török svéd ellentét alapja? 2 dolog. Ebből az egyikről szoktunk beszélni, a másikról nem. Amiről nem. Jelezni szeretném, hogy a világ egyik legjobb hadipara a török. Jelezni szeretném, hogy az F-35-ös amerikai gépekben több mint 800 alkatrészt törökök szállítanak. Jelezni szeretném, hogy a törökök azt kérik, hogy a svédek vegyenek tőlük fegyvert. Ez a könnyebb dolog. A nehezebb, hogy közlik, hogy a Svédországban élő kurdok terroristák. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nem tudom, hallottak-e róla, minden év tavaszán, kora tavaszán egy 2,5 napos ülés van Münchenben, az a neve, hogy München Verkunde. Ez a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma. Körbe 2 évvel ezelőtt a törökök közölték a német hatóságokkal, hogy a szállodában van egy terrorista, tartóztassák le. Igen, de ez a terrorista török származású és a német kormány minisztere volt.
németek ledöbbentek, hogy mindennek van határa, a szövetségesi hűségnek is, és a hülyeségnek is. Mit mondanak a törökök? Hogy a svéd, Svédországban a kurd terroristák szabadon élnek. Egy, utasítsák ki, börtönbe zárják őket, és adják ki. Na most erre a svéd társadalom azt mondta, hogy nem. Ez már sok. Ebben nem vagyunk partnerek. A kérdés az, hogy lesz-e kompromisszum. Az amerikai nyomás megy a törökökre, de zárójel a törökök manővereznek az orosz-ukrán háborúban is. Mindkét féllel próbálnak jó üzleteket kötni. Tehát nagyon-nagyon érdekes a kérdés, valakinek engednie kell. A svédek eddig nem voltak hajlandók engedni. Lehet olyan kompromisszumot kötni, ami baromi jól hangzik, de hát azért annyit látni kell, hogy a svédek azt mondták, hogy most már elegük van a törökökből, zárójel. Ez se ilyen egyszerű, mert Svédországban az egyik barom koránt égetett úgy, hogy ezt bejátszott, hogy ő milyen, bocsánat, faszalegény. Ezt majd kivágjuk. De hát elnézést kérek, ha a Korán ott egy szent könyv, ahol mi elmondjuk, hogy a világ legelnyomottabb vallása a kereszténység, akkor talán nem kell Koránt égetni. Tehát jelenleg nem látszik a kompromisszum, bármikor megköthető, lehet olyan szerződést kötni, ezt Kissingertől megtanultam, amiben semmi nincs benne, és mindkét fél úgy érzi, hogy ő jó járt vele. Akkor folytassuk a NATO-val. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke állítólag bejelentkezett a NATO főtitkári posztra. Mit szól ehhez a tanár úr? És hogy látja, a hallgatóknak látom, hogy felkeltette az érdeklődését, egyből felébredt mindenki, és a tanár úr mielőtt még elindítottuk volna a felvételt, elmondta, hogy a hallgatóságnak egy része ilyenkor alszik, egy másik részének szexuális fantáziái vannak, és a maradék 20% figyel. Úgy látszik, hogyha megnyomjuk az Ursula von der Leyen gombot, akkor így ilyen 90%-ra fel tudjuk húzni a figyelmet. Szóval Ursula von der Leyen NATO főtitkár szeretne állítólag lenni. Hogy látja a tanár úr, van-e esélye, mert végül is volt ő már védelmi miniszter Németországban, és milyen lehet a NATO Ursula von der Leyen vezetésével? Köszönöm. Próbálok pontokba válaszolni. Egy. Ursula von der Leyen nagyon rossz védelmi miniszter volt. Nem értett hozzá. Kettő. Az elmúlt 10 évben Németországban mostani miniszter Pistorius kivételével csak nők voltak, egyik se értett hozzá. Három. Nagyon komoly korrupciós ügyek voltak von der Leyen alatt Berlinbe és most Brüsszelbe. Négy. Neki óriási előnyei vannak. A papája tartományi miniszterelnök volt. A von der Leyen csodálatosan beszél, német az anyanyelve, angolul és franciául. De ez minden. Amikor megválasztották, a Fidesz képviselői rászavazták, a Fidesz nélkül nem lett volna többsége. De nem ezt vártuk el tőle. Ezt azért korrektül hagy tegyem hozzá. Úgy rendelte meg a Pfizer vakcinákat, hogy elfelejtett bárkivel is tárgyalni az Európai Unióval. Bocsi, mikor kezdődik az orosz-ukrán háború? Február 24. Mit csinál a hölgy januárban? Meghozza az első szankciókat Oroszország ellen, honnan tudja, hogy egy hónap múlva háború lesz, és 120 hajónyi pallagászt rendel horribilis pénzért az USA-tól, honnan tudja, hogy az oroszokkal szemben egy hónappal később már tilalom van a kőolaj és földgáz vásárlására. A von der Leyen lejelentkezett, hogy NATO főtitkár akar lenni. Nagyon sok az ellenvélemény, főleg a britek, mert a britek a saját védelmi miniszterüket szeretnék. Amit mondok, az nem lesz PC, Washington dönt. Ha Washington azt mondja, hogy Ursula lesz, akkor a Ursula lesz. Ha Washington azt mondja, hogy mindegy, akkor vita lesz. Ha Washington azt mondja, hogy nem kell a Ursula von der Leyen, akkor nem lesz. Nagyon érdekes a hölgy, abszolút kiszolgálja Ukrajnát, abszolút az én megítélésem szerint sajnos nem az európai érdekeknek megfelelően politizál, kár érte. Jövő évben európai parlamenti választások lesznek, és politikai karrier szempontjából nézve reális lehet az, hogy Ursula von der Leyen is tényleg inkább a NATO-ban egy újabb pozíciót szeretne megfogni, illetve még egy kiegészítés, hogy ugye, amikor a Fidesz megszavazta Ursula von der Leyen, akkor Manfred Weberrel szemben szavazta meg, ő jobb lett volna. Mivel reggeltől estig otthon a német tévét nézem, látom, hogy a Weber szegénykém alkalmatlan. Tehát a Weberről nyilván lehet mondani, hogy a legjobb apa, nagyapa, mit tudom én még micsoda, de politikusként nem igazán. Én láttam azt, hogy egy Európai Uniós vitába jut az én hiányszó, leiskolázták. Bocsánatot kérek. Európai Unió. Tessék mondani, ki képviseli ma Európát?
Kissinger mit mondott? Ha Európával akarok beszélni, kit hívjak föl? Ursula von der Leyen-t, Isten ments. London? Nincs benne az EU-ba. Párizst? Igen, de át akarja venni a vezető szerepet Berlintől. Berlint? Három párti kormányon működésképtelen. Itt kezdődik a probléma. Tehát az Ursula von der Leyen abból indul ki, hogy ő innen vált a NATO-ba. Ez abszolút nem tisztességes, mert a két szervezet stratégiai céljai nem ugyanazok. De hát a politikában az, hogy tisztesség, ezt nem lehet értelmezni. Jelezni szeretném. Egy megjegyzés. Ha megveszik májusban a könyvemet, amit Kissingerről írtam, rengeteg dolog van benne, de egy dolog van, ami engem meglepett. Nekem otthon elképesztő mélységű német emlékiratom van, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Franz Josef Strauss, Adenauer, minden könyve megvan, Weizsäcker, mindenki megvan. De én francia emlékiratokat eddig nem olvastam, és a Kissinger leírja, hogy amikor ő tárgyalt Pompidouval, tárgyalt de Gaulle-lal, és szóba jött a német kérdés, a válasz az volt, hogy semmi baj. Ha bármi történik, a francia csapatok elfoglalják Németországot, mondták a 60-as években, amikor már örökbarátsági szerződést kötöttek egymással. Tehát ez a politika, ez egy rendkívül érdekes játék, szeretném elmondani, és hát a Ursula von der Leyen úgy érzi, hogy mivel ő európai, Amerikával kiválóak a kapcsolatai, van esélye, hogy ő lesz. Meglátjuk. A tanár úr is beszélt korábban arról, hogy Ursula von der Leyen titkárságán például amerikaiak dolgoznak, hogy a férje hogy van bekötve az Egyesült Államokba. Akár azt is érezhetnénk, hogy ő különböző feladatokat teljesít, például amikor ugye SMS-ben rendelte meg a Pfizer vakcinát, vagy például amikor az orosz-ukrán háború kitörése előtt már palagázt rendelt az Egyesült Államoktól. Ha esetleg ő tényleg NATO főtitkár lesz, akkor... De azon gondolkodtam, hogy a NATO meg megy Ukrajnába harcolni, mert akkor az lesz a feladata Ursula von der Leyennek, vagy ez egy nagyon demagóg és a valóságtól teljesen elrugaszkodott elképzelés? Erre nem merek válaszolni, mert akkor nem kapom meg este a szállodai szobámat, de azért válaszolok. A von der Leyen a maga módján tehetséges, de azért néhány dolgot tisztázunk. Ma alapkérdés az, hogy sor kerül-e az orosz-ukrán háborúba atomfegyver használatára. Elnézést, két nappal ezelőtt Ukrajna utolsó kérése az volt a NATO felé, hogy kér atomfegyvert. Ha valaki odaadja, az hülye. Bocsánat, Ukrajna az atomfegyvert fölhasználná. A Zelenszkijbe a legkisebb politikai realitás sincs. A most, amikor beszédet intézett az osztrák parlamenthez, a parlament jó pár tagja fölállt, kiment, mert elegük volt Zelenszkijből. Nem szoktunk erről beszélni. Következő. Ha ma a NATO beavatkozna a háborúba, a NATO európai fegyveres erői sokkal erősebbek együtt, mint az oroszok. Az oroszok számára egy válasz maradhat, hogy atomfegyvert vetnek be. Jelezni szeretném. Ezt úgy hívják, hogy világvége, harmadik világháború. Egy harmadik világháborúban Eurázsia és Észak-Amerika megsemmisül. Nem lehet túlélni. Ezt is szeretném elmondani. Tehát ha von der Leyen azt mondaná, hogy a NATO avatkozzék be Oroszországba, az az emberi történelem végét jelenteni. Reméljük, hogy ideig nem jutunk el, és akkor még a NATO-nál egy kicsit maradva, hogy Stoltenberg, aki jelenleg a NATO főtitkára, azt nyilatkozta a napokban, hogy ha Ukrajna nem nyeri meg ezt a háborút, akkor nincs értelme a NATO tagságának. Na most azért itt közben látjuk, hogy Finnországot meg néhány hónap alatt felvették a NATO-ba, tehát ha a NATO-nak szándéka lenne, akkor már rég fel tudta volna venni Ukrajnát is. Tudom, hogy Ukrajna erre nem alkalmas, de hogy mégis, hogy mi lehet Ukrajnának a jövője? Mert most még rajta, tehát hogy ha megnyerik a háborút, akkor már jöhetnek a NATO-ba. Na de hát ezért ez így elég bonyolult. Stoltenberg egy tehetséges politikus. Ő azt kérte, hogyha lejár a megbízatás a NATO-ba, milyen állást kért magának, ki tudja? Milyen nemzetiségű? Norvég. Mit kért? Hogy ő legyen a Norvég Nemzeti Bank elnöke. Nyilván meg fogja kapni, nincsenek kétségeim. Ukrajna. Semmilyen szempontból nem felel meg a NATO tagságnak. Zárójel Magyarország,
amíg ez a kormány van, nem szavazza meg a NATO-ba való felvételit. 2. Háborúban álló országot nem lehet fölvenni a NATO-ba. 3. Ennyire korrupt ország még a NATO-ba sincs, még az olaszok se ilyenek, és néhány balkáni ország sem, pedig azok sem piskolták. Tehát magyarul bele lehet menni sok mindenbe, de ma Ukrajna NATO tagsága utópia. Hogy a Zelenszky naponta ezt követeli, ennek semmilyen következménye nincs, nem reál politikus. Tehát egy normál országban Zelenszky nyilván jó színész lenne, ezt nem tudom megítélni, de államfőnek alkalmatlan, zárójel. Ma a világ vezető politikusainak 80%-a alkalmatlan, tehát ez nekem nem kell Zelenszkyig elmenni. Amikor én egyetemista voltam, volt egy Helmut Kohl, egy Willy Brandt, egy Bruno Kreisky, egy Helmut Schmidt, korábban középiskolás koromban egy De Gaulle. Hol vannak ma ezek az emberek? Pont. Amikor azt látjuk, hogy a NATO papíron nincs benne a háborúban, de naponta nyilatkoznak a különböző országok hírszerzési információkkal, fegyverekkel, pénzzel támogatják Ukrajnát, akkor felmerül az emberben az a kérdés, hogy nem túl rossz befektetése ez az országoknak, ha a végén Ukrajna elveszti ezt a háborút. És hogy vajon mindent megtesznek-e Ukrajna győzelmért, vagy eljöhet az a pont, amikor azt mondják, hogy megpróbáltuk, de nem sikerült, és ha eljön az a pont, akkor utána hogyan fogják azt morálisan elmagyarázni azoknak, akiket egyébként egészen mostanáig a sajton keresztül próbáltak befolyásolni? Az amerikai elnök azt mondta kb. 3 napja, de ugyanezt mondta az Austin a védelmi miniszter és Blinken a külügyminiszter is, hogy a ukrán háború kevesebbe kerülne, mintha nem lenne háború, és közvetlen kellene konfrontálódnunk. Zárójel, ez nem igaz. Nem kell közvetlen konfrontálódni. Én végigolvastam Kissingertől nem tudom megmondani hány ezer oldalt, és ő úgy ment el tárgyalni, hogy öreg, ez az amerikai érdek, ez a te érdeked. Keressük meg a kompromisszumot. Lehet, hogy a Pali egy olyan volt, amilyen majdnem mondtam jelzőket rá, de Magnóra megy. Bocsánat, hogy megy el Assadhoz? Mi történik? Izraelben egy fiatal tábornok, úgy hívják, hogy Sharon, néhány harckocsival a második és harmadik egyiptomi hadsereg közt átkel és bekerít az egyik egyiptomi hadsereget úgy, hogy egyiptomi vezetés nem vesz észre. Nem megyek a részletekbe, a könyvemben benne van. Elmegy Kissinger, és azt mondja a Szádatnak, nem tudok segíteni. Azt vállalom, hogy vizet, élelmiszert és gyógyszert kap a hadsereg, azt is, hogy pár héten belül kijön a bekerítésből, és azt is, hogy néhány éven belül Egyiptom visszakapja a sínai félszigetet. Elfogadható, amit mondok? Teljesen elvtelen. Szádat 2 percet gondolkodik, és azt mondja, igen. Elmegy a szaudi királyhoz, és elmondja a USA kéréseit. A király nem válaszol, Kissinger kimegy, utána fut a belügyminiszter, és azt mondja, a király azt üzenő, hogy rendben van. Elmegy Assadhoz. Nem tudnak megállapodni a sínai, bocsánatot kérek, a Golán-fennség sorsáról, és kimegy. Amikor az ajtóban van, utána kiabál Assad, jöjjön vissza, elfogadom. De egy szó nincs elvekről. Itt csak érdekekről van szó. Tehát máshogy fogalmazva, a nyugat érdekből támogatja Ukrajnát, mert Oroszországot gyengíteni kell. Elnézést kérek, elég öreg vagyok. A rendszerváltás után évekig azt mondta a NATO, hogy Oroszország a partnerünk, és a NATO mostantól politikai és nem katonai szervezet. Hol vannak ma ezek a mondatok? Hol van a máltai csúcs eredménye? Hol van, amit Gorbacsovnak ígértek, zárója, orszok se tartottak be semmit, mielőtt kiavítanak? De hát ez a világ úgy működik, hogy ahol vákum van, oda valaki bemegy, és a vákumot feltölti. Máshogy fogalmazva, ha itt sor kerül NATO csapatok beavatkozására, az világháború. Elmondom a kedvenc két mondatomat. Volt egyszer egy német kancellár, nagyon-nagyon szerettem, aki azt mondta, hogy aki először lő, úgy hívták, hogy Willy Brandt, nagyon szerettem, aki először lő, másodszor hal meg. És volt egyszer egy Einstein nevű bácsi, aki azt mondta, hogy nem tudom, mikor, mivel vívják meg a harmadik világháborút, de a negyediket kőbaltával. Egyetértek. Egy kicsit térjünk át arra, hogy hogy áll most össze a világunk, és tudom, hogy úgy kezdte az előadását még mielőtt a felvétel elindult volna, hogy a világon 3 globális játékos van, az USA, Kína, illetve Oroszország, de mennyire vagyunk most éppen egy változásnak a folyamatában? És igazak-e még ezek a régi analógiák, hogy mindent abból kell levezetni, hogy az USA az első számú nagyhatalom, közben nekem elmegy a hangom, hogy Oroszország az a gonosz, és a demokrácia,
demokráciának az ellensége és az abszolút terrorállam, és van Kína, akik meg olyan nagyon sokan vannak, rossz minőségű termékeket gyártanak, és egyébként kommunizmus van ott, általában ezt szoktuk gondolni. Még egy gondolat, hogy az előadás elején arról is beszélt, hogy megkérdezték öntől egyszer, hogy hogyan lehetne Kínában svéd típusú kapitalizmust létrehozni, hogy hogy érzi ez most, mennyire működik, mennyire valósult meg. Tehát összességében, hogy látja, mennyire változott meg a világ ahhoz képest mondjuk, ahogy ön tanulta ezeket a nagyhatalmi játékokat. Kösz, hát én az előző évezredben tanultam, tehát ez egy más korszak volt. De hát ez egy érdekes kérdés. Egy, mindenki azt hiszi, hogy az ő időszaka fantasztikus, és a világ megváltozik. Volt egyszer 9-11. Tessék mondani, hónapokon át azt hallottuk, hogy a világ mostantól más lesz, és nem lehet visszatérni. Más lett? Hát szerintem alapvetően nem. Volt egyszer egy arab tavasz, most demokratizáljuk az összes arab országot. Volt egy is, amiért demokratizált a nyugat? Következő. A világ 10 legjobb szakértőjét meghívták Brüsszelbe, az amerikai felsővezetéssel kellett találkozni, közte voltam. Én elmondtam 5-ször, hogy nem vagyok a világ 10 legjobb szakértőjébe. Ők azt mondták, hogy benne vagyok. Mondom, én elmegyek, de hát nem. Jó. És a következő volt a kérdés. Az USA Marokkótól Indonéziáig amerikai minta alapján akarja a muzulmán világot demokratizálni. Mit szólunk hozzá? 10-ből 10 azt mondtuk, hogy ez egy baromság. Azt mondták, köszönik, kifizetik a számlánkat, de ők demokratizálják. Sok sikert kívánunk. Volt egy afganisztáni háború. Bementek a szovjetek, kiverték őket. Bementek a nyugatiak, kiverték őket. Bocsi, hogy jöttek ki az amerikaiak Afganisztánból? Hogy nem szóltak a szövetségeseiknek. Mi történik most minden NATO csúcson? Mindenki föláll és elmondja, hogy én, mint Dánia, Hollandia, Franc tudja ki, ennyi és embert mentettem ki Afganisztánból. Egy ember volt a magyar honvédelmi miniszter, Benkő Tibor, aki föláll, és azt mondta, igen, és mennyit hagytunk ott? Bocsánat. Benkő mondta ezt egyedül, senki más. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, ez a világ állandóan változik. Én minden reggel fölkelek, mert 5:30-tól végignézem, hogy éjszaka mi volt a világban. Menjek arrébb? Vizet. Jó. Szegényke mutogat, nem baj, rendben, fölnövünk. Tehát már vizemet is ellopták, hát ez egy fura helyzet. Tehát nekem a problémám az, hogy mi mindig azt hiszük, hogy egy fantasztikus világ jön. Köszönöm. Egy új választással, egy bármivel. Ez a világ folytatódik. Az emberek évezredek óta ugyanolyanok. Én szoktam erre egy mondatot mondani, soha többet nem fognak meghívni, az emberi történet a 3P betű viszi előre. Évezredek óta a piac szerepe lecsökkent, a pénzé fantasztikusan megnőtt, a harmadikra 74 éves vagyok, már nem emlékszem, tehát ez viszi a történet, és bele lehet venni Kissinger, Brzezinski, Szükroftot, fantasztikus embereket. De hát ez a világ így működik, valóban vannak komoly változások. Valóban az orosz-ukrán háború fölborította Európát. Európából a tőke menekül az USA-ba. Európa teret vesztett, de ma még meghatározó hatalom az USA. Meddig? Senki nem tudja. Én naponta kapok rengeteg elemzést. Vagyok olyan hülye, hogy mindet végigolvasom. Hát a döntő része tényleg szemétkosárba való. De a magyar miniszterelnök mondott egy mondatot pár hete, hogy kezdjük el Ukrajna elemzését, hogy mi lesz a háború után. Én ezt vállaltam most, erre kötök szerződést jövő héten Budapesten, és megpróbáljuk megcsinálni, hogy milyen válaszok vannak. Még egyszer én bármit leírhatok, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. Tessék mondani, a lengyelek vissza akarják szerezni a II. Világháborúba elvesztett területeket? Románia meg akarja szerezni a román lakta területeket? Az oroszok számára mik a stratégiai célok? Tehát rengeteg olyan kérdés van, amit a tudománynak ki kellene dolgozni a mai ismereteink alapján. És meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nyilván Dunaszerdahelyen is, és bármerre megyünk, mindenhol azt kérdezik tőlünk, hogy rosszabb lesz-e a világ geopolitikailag, gazdaságilag, katonailag, mint amiben most élünk, hiszen azért megszoktunk egy viszonylagos jólétet, és tudom, hogy vannak egyéni egzisztenciális kihívásaink, de azért mégsem ebédjeggyel állunk sorba a boltban kenyérért, meg nem az van, hogy akkor... nem az van, hogy akkor moshatunk, amikor megengedik egy napfény órában, de hogy fel kell-e a tanár úr szerint készülni arra, hogy Európa elveszíti mondjuk azt a fajta
ősi civilizációs elsőbségét, a jólétét, és hogy akár tömegével szegényedhetnek el emberek, nemzetek, vagy hogy katonai káosz alakulhat ki, hiszen ha megnézzük, hogy mennyi feszültség van a világban, az orosz-ukrán háborút leszámítva is, ott van Tajvannak az esete, ott vannak az afrikai országoknak egyrészt a polgárháborúi, másrészt az éhséglázadásai. Ha megnézzük azt, hogy mindenki gőzerővel fegyverkezik, hogy Kína a napokban átírta a nukleáris doktrinát, ami arról szól, hogy most már nem csak védekezés esetén lehet bevetni atomfegyvert, hogy Kína néhány napja lemondott a Kuril-szigetekről, ami szintén jelzésértékű, és sorolhatnánk, szóval ebből azért valami nagyon rossz előjel is, vagy hát lehet rossz előérzete az embernek, mi az, ami csak érzés, és mi az, ami realitás? Köszönöm. Volt egyszer egy amerikai elnök, Truman, aki Roosevelt halála után lett elnök, aki azt mondta, aki nem bírja a meleget, ne menjen a konyhába. Kész, ebben minden benne van. Japán lemondott sok mindenről, de a Kurilin 4 darabját kéri vissza. 1, 2. Annak idején 1960-ban a Szovjetunió azt mondta, hogy 2-t visszaad, 2-t a békeszerződés után, de nincs béke. 45 óta. 3. Bocsánat, hol van most éppen a gyakorlat? Japán, USA, Ausztrália, Dél-Korea, dél-koreai partoknál. Észak-Korea kiszámítható? Nem. De a kínai vezetés közölte, ha bármi baj lesz, elfoglalja Észak-Koreát. Erről egy önálló előadást lehetne tartani, hihetetlen érdekes a helyzet. Európa most folyamatosan teret veszít, ennek hatása lesz az életünkre, mindenre. Rengeteg a szegény ember Európába, elnézést kérek, és sajnos az én megítélésem szerint több lesz. Én néztem a pápa beszédeit, teljesen mindegy, hogy valaki vallásos vagy nem, a Vatikánnak hatalma van. Mit mondott a pápa? Hogy egyre több az olyan nép, amelyiknek nincs esélye az életre. Ebbe a körbe betartozik a migráció. A migrációt a mai Európai Unió eszközrendszerével nem lehet megállítani. Meg lehet állítani? Igen, más eszközökkel. Erre nem akarok rátérni, mert a nejem azt mondta, ha egyszer kimondok egy szót, hogy tűzparancs, akkor elválik tőlem. Itt ül. Lehet, hogy hónap beadja a vállópert, majd meglátjuk. De jelezni szeretném, hogy nem túl vicces a helyzet. Jelezni szeretném, hogy minket fölvettek az Európai Unióba és a NATO-ba, volt szocialista országokat, valóban csökkent a különbségünk nyugathoz, de nem annyiban, mint amennyiben reméltünk. Tessék megnézni, hogy minden V4-es csúcsra eljött vagy a Macron, vagy a Merkel, és a V4-eket mindig ketté szakította. Zseniálisan. Tessék megnézni, hogy ma már V4-es közös érdek csak két területen van, abba, hogy észak-dél-dél-észak struktúrák kellenek, és abba, hogy nem kérünk migránsokat. Minden más kérdésben a V4-ek máshogy foglalnak állást. Tehát az én válaszom az, hogy a helyzet nem rózsás, és Európának nincs esélye a térnyerésre. Könyv gyerek voltam, volt egy film, imádtam az ítélet Nürnbergbe, talán néhányan látták, és abban volt egy mondat, hogy Berlin Németország, Németország Európa. Ma ezt a szerepet a berlini kormány, hozzáteszem, sajnos nem tudja betölteni. A francia sem. Tehát egy óriási vákum van Európában. Meglátjuk, hogy mi lesz. Olaszokat próbálták bevonni, felejtsük el őket. Tehát nagyon-nagyon érdekes a helyzet. Magyarul Európa sajnos szerintem válságban van és lesz. És akkor az adásunkhoz az utolsó kérdés, hogy a tanárról is szokott arról beszélni, hogy az orosz-ukrán háború lezárása nagyban múlhat az Amerikai Egyesült Államokban a jövő évben esedékes elnökválasztások eredményétől. A tegnapi napon Mike Pompeo, aki Donald Trumpnak volt a külügyminisztere, ellátogatott Ukrajnába, és egy republikánus politikusról beszélünk, aki azt mondta, hogy ő azért fog otthon lobbizni, hogy Ukrajna F-16-os vadászbombázókat kapjon, illetve azt mondja, hogy Ukrajnának ezt a háborút mindenképp meg kell nyernie. Nyilván Trump egy más kérdés, abba is mélyen bele lehetne benni, szerintem is sokan ismerik a tanár úr álláspontját. De hogyha azt látjuk, hogy republikánus politikusok is így gondolkodnak, akkor mit várhatunk az Egyesült Államoktól, akár ezen háború lezárása szempontjából, akár hogy nem indít más háborút. És még egy gondolat, hogy a múlt héten nálam volt a tajvani
magyar nagykövet, tehát a képviseleti irodavezető, aki elmondta, hogy az biztos, hogyha Kína megtámadja Tajvant, akkor az Egyesült Államok azonnal katonákat küld oda, hiszen az az Egyesült Államok törvényében rögzítve van, és hogy mivel Tajvan egy csodálatos távol-keleti demokrácia, biztos, hogy megvédés, említette még Japánt és Ausztráliát, és én megértem egyébként az ő álláspontját, hiszen nyilván ő onnan ezt így éli meg. Csak a kérdés, hogy lehet egyrészt bízni papírdarabokban, meg az Egyesült Államokban, illetve emlékezhetünk arra, hogy például az iraki és az afganisztáni háborút mégiscsak republikánus politikusok indították. Most láthatjuk, hogy milyen a Biden adminisztráció, ami egy demokrata adminisztráció, az sem biztatóbb. De hogy ebből a szempontból, ha továbbra is Amerika mozgatja a világot, akkor mi a garancia arra, hogy nem megyünk bele tényleg egy még nagyobb globális háborús katasztrófába? Köszönöm szépen, 214 kérdést kaptam, próbálom válaszolni. Egy, semmilyen garancia nincs a történelemben, nincsenek garanciák. Kettő, hát ha megnézem a két amerikai republikánus elnök jelöltet, Florida kormányzóját és Trumpot, mind a kettő azt mondja, hogy 24 órán belül befejezik az ukrajnai háborút. A floridai kormányzó mondott egy mondatot, ahol azt mondta, hogy számunkra Ukrajna nem létfontosságú érdek. Én a NATO-ba tanultam, ez azt jelenti, hogy nem túl fontos. Beszéljünk magyarul. De hát jelenleg demokrata vezetés van. Nyernek jövőre a republikánusok? Senki nem tudja. Én budapesti aggyammal remélem, mert abban a percben a magyar-amerikai kapcsolatok az egekbe mennek, de hát ez egy gondolat, nem biztos, hogy így lesz. Tajvan. Hát nagyon nehéz a helyzetem, mert két percben azért Tajvánt elmondani nehéz, próbálom. Egy. A második világháborúban japánok egyedül Tajvánt nem rabolták ki, nem erőszakoltak nőket, nem gyilkoltak, stb. Kettő. Tajván önmagát tajvaninak tartja. Három. A két tajvani nagypárt viszonya Kínához homlok egyenest más. Négy. Mit mond Kína? Baromi jó mondata. Egy ország, két társadalom. Mi a probléma? Hogy ezt Hongkongban nem tartotta be. Ettől kezdve Tajván nem bízik Kínában. Öt. Hát volt egyszer egy Trump nevű amerikai elnök, aki rendszeresen tárgyalt Észak-Korea félhülye vezetésével. De minden út előtt konzultáltak Pekingbe. Magyarul, ha Kína el akarja foglalni Tajvánt, 650-szer fog Washingtonba konzultálni úgy, hogy a sajtóba soha egy kuk nem jelenik meg. Tehát Tajvánért nem fogják vállalni a világháborút. Én 200-szor elmondtam, a hidegháborúban volt egy mondás, Sterbenfür, Hamburg, Sterbenfür, Chicago, meghalnál-e hamburgért, meghalnál-e Chicagoért. A válasz az volt, hogy hamburgért nem, Chicagoért igen. A kérdés most az, meghalnál-e Ukrajnáért? Nem. És meghalnál-e Tajvánért? Nem. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Utolsó. Hát én erről írok a Kissinger könyvbe. Kissinger elmegy titokba is tárgyal Mao Tse-tunggal és Chou Enlai-jal. Baromi érdekes. Nem mondom el a tárgyalásokat, vegyék meg. De van benne egyetlen gondolatról. Azt mondja Mao, hogy azért nem foglalhatjuk el Tajvánt, 70-es években vagyok, mert annak idején a Szovjetunió beugratott minket az USA ellen a koreai háborúba. Ez azt jelenti, hogy 100 évig nem mehetünk Tajvánba. Mit mond a mai kínai vezetés? Maónak igaza volt, de a 100 évből közel 80 év eltelt. Tehát fölhívnám a figyelmüket, állati érdekes a történelem. Még egyszer én fölkelek minden reggel, és 17:30-tól végignézem, hogy éjjel mi történt, mert nem megyek előadást tartani, úgyhogy. A tegnapi napon úgy nézett ki, hogy kezdtem 6 óra 30-kor Karsz FM, 7 óra 5 perc TV2, 8 óra 5 Hír TV, innen mentem egy megbeszélésre, és onnan mentem a román határa egy előadást tartani. Boldogan kijöttem, baromi jól sikerült, mire közölték, hogy vehetném észre, hogy a gumim, jobb első Mercedes, kulturáltan rongyá ment. Majdnem más jelszőt mondtam. Kiderült, hogy ilyen puklik kijöttek rajta. Ők észrevettek 4-et, ma reggel a szervizbe 5-öt vagy 6-ot. Jó, hazaértem 4-1-kor, 70-nel lehetett mennem, hogy ne robbanjon föl. Reggel szerviz, kicserélték, aludtam utána egy jót, majd indultunk ide, és kurva, baromira élvezem. Bocsánat, állatira élvezem, hogy hál' Isten egészséges vagyok, az anyam még úgy, ahogy fog, a jövedelmeim jók, egyetlen jövedelmem után nem adózom, ultizom, nyerek. Utolsó két alkalommal nyertem 500 és 900 forintot, ez kb. 1,2 és 2,1 euró.
nyertem a NAV elnökétől, aki közölte velem, nyertem akkor 2100 forintot, hogy ugye tudod, hogy 15% forrásadót kell fizetned. Utána néztem, kidőlt, hogy nem kell forrásadót fizetnem. Szóval, hál' Isten, minden rendben van. Ez volt a mai adásunk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és a kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra.